Sziasztok emberek! Én Zséda vagyok, és itt vagyunk a következő videóban. Szevasztok, azt még egy gyors info, még mielőtt itt belevágnánk a videóban, nagyon-nagyon durván. El kell, hogy mondjam, hogy most hétvégén lesz a Minecon Earth Party, amire mindenkit sok szeretettel várunk. Viszont azt érdemes szem előtt tartani, hogy ez az egész műsor a Lurdi házban lesz Budapesten, és hát sajnos, sajnálatos módon angol nyelvű lesz, de nem kell félni, mert utána lesz egy megbeszélés, előtte meg egy megnyitó, több videós is lesz ott, például Jánosi Gergő, Dog Yandi, Ice Bluebird és jó magam is, szóval érdemes megcsekkolni. A leírásban találtok minden fontos infót. Sziasztok! Ami nem más, mint egy szabadulós, szobás, prizonos dolog lesz. Még mielőtt itt belevágnánk a dologba, biztos láttátok az előző videóban, hogy feltettem egy napi kérdést, és azt most is szeretném föltenni, csak most nem ilyen írásos formában, mert így utólag találtam ki, hanem rögtön így nektek a videó elején, mégpedig az a kérdés, hogy, ami egy kicsit ilyen érdekesebb kérdés, hogy ti kaptatok-e már szobafogságot, és hogyha igen, akkor hogyan töltöttétek el az időtöket a szobafogság alatt? Az a helyzet, hogy én nekem anyukám soha nem volt híve a szobafogság adásának, ezért nem is kaptunk én se és a nővérem se szobafogságot, de ha kaptunk volna se, ment volna túl sok mindenre, ugyanis ott volt minden más. Na most, hogy ezt így megtárgyaltuk, nézzük meg ezt a pályát, méghozzá az ott, úgy látom, hogy a 311-es cella, és hát nézzük meg a chestet, mert az úgy már látom, hogy itt van valami, de ide ezt nem tudom kinyitni. Ó, itt viszont van egy ilyen blokk, ami kinyitotta. Jó, reméltem, hogy van hangja a játéknak. Tehát ide fölugrok, ezt kinyitom, és akkor kinyitódott ez, és a chestet is ki tudom nyitni, de nincsen benne semmi. Úgyhogy ha nem találok itt mást, már pedig nem találok mást, akkor így le kell ugrani ide. És itt van egy chest is már rögtön, egy stone button, amit le tudok tenni a cauldronra. Úgyhogy az tök jó, de most innen... miért van itt egy reset? Nem kell nekem még a reset. Van egy blockbreaker, meg egy light glass akármi, amit hát nem tudom mire kell letenni. Ezzel, hát én azt tippeltem, hogy ezzel ki lehet ütni azt, nem. Jó, reseteljük újra az egészet. Oké, most jelenleg ott tartunk, hogy van nekem... Opa. Közben én, ahogy itt észrevettem, ott van egy üveg, ott is, meg itt is, meg amott is van, és... Hát, hogyha jól nézem, akkor gyakorlatilag ugyanaz ez a szoba, mint az én szobám. És hogyha azt nézem, akkor ez a szoba is ugyanolyan, mint az én szobám. Az a különbsége, hogy ott van az üveg, itt a chest, ott meg ott az üveg, itt a chest. Szóval szerintem ezt kiütöm, és oda beteszem az üvegeket. És jól is csináltam, hát ez zseniális vagyok. Oké, úgy látom, hogy enyém volt a 306-os szoba, ezeket nem tudom, meg kell egyezni. Mindegy, azért benézek ide is, hát a... Hát ha akad valami, nem szeretnék kiadni semmit, amit így észreveszek. De úgy látom, hogy mindegyik szoba gyakorlatilag ugyanúgy néz ki. Igaz? Opa! Nézzük csak meg, hogy mit találtam én itt. Itt van három felfele, meg izé. Csak akkor sorrendbe tegyük, hogy ez... Így volt, ugye? Itt nincs semmi, és még az utolsó szobát szerintem nem árt megnézni. Egy lever. Igen, mindegyik szobát végig kell nézni, mert soha nem... Oh, hello. Hát te meg mit csinálsz itt? És egy iron pickaxe. Ja. Vagy úgy, hogy ezt akkor tessék, leteszem ide. Majd visszajövök, még nem kell aggódni. És dining room, azaz, hogy az ebédlő. Séf. Hoppá. Oké. De be tudok lesni? Ó, be tudok lesni, és nézzük csak meg, hogy ez mit ír. Cookie code. És olyan, még itt körbenézek itt a székek között, de szerint, hoppá. Na, ez sem ártott azért, hogy meglegyen a térkép, és úgy látom, hogy egy aranyalma és egy gyémánt kellene nekem, de
Honnan szerzek én aranyalmát meg gyémántot így egyből? Odáig nem érek be, az a baj, úgyhogy szerintem nézzük meg. Én azt hittem, hogy ez ennek az ajtója. De akkor tévedtem. Mindegy. Én azt hittem, hogy ez ide letehető, de akkor nézzük meg ezt. És itt van egy ilyen, amivel gondolom én ki tudjuk szedni a vasat. Meg a kettő szenet. Azt sosem árt kiszedni. Okéka. És... megnézzük, hogy lejjebb mit találunk. Hát igazából ugyanazokat, szóval... Azért én itt körbe bányászkodom. Hát ha találok valami érdekeset, például aranyat. Na, az már nem is olyan rossz, hogyha van arany, mert ugye tudjuk jó, hogy kellene neki valahonnan egy aranyalma is. És erre már nem tudok tovább menni, úgyhogy marad az errefelé vándorlás. És milyen mély, ó, arany. Ugye aranyat, abból nagyon sok kell, úgy gyémánt. Oda nézzetek, azért ez sem utolsó, mert hogyha van egy gyémántunk, akkor már az egész jó haladunk vele, hogyha van egy gyémántunk, mert az kelleni fog. Hát ezzel sikeresen elment egy fél élet, mire ezt kibányáztam mind. De úgy látom, hogy minden megvan, és szerintem én ezeket a köveket el is teszem. Oké, na most kiengedsz? Kienged, jó, szerencsésen. Kienged, és ezt még mindig nem tudom hova kell tenni. De én itt körbenézve nem találok semmi érdekeset, de talán, hogyha a kezéből ki tudnám kapni, valahogy össze kéne kraftolni, nem gondoljátok, hogy az milyen menő lenne, hogyha össze tudnám kraftolni én itt a dolgokat? Van egy ilyen fejünk. Ez mondjuk így egész jól áll. Oh my god! Hát ez hihetetlen, csodálatos. Hát ezzel a fejjel be tudok ide, akkor már majd a nadrágodat is. Na, ne legyen már ilyen, úgy. Van nekünk ravunk, meg van nekünk porkunk, meg van nekünk aplénk, és itt az enchantolt aranyalma, és van nekünk pályunk is. Pály. És akkor most ezeket összeszedve, hogyha mondjuk jobban belegondolunk, akkor úgy is lehet, hogy... Hoppá! Ó, ez nagyon jó! Na. Van nekünk, ezt szerintem most már le is veszem. Van nekünk egy ilyen jailbreaker, unbreakable. És mit tudunk vele kiütni? Talán a rácsokat? Várjunk, itt volt egy szoba. Volt egy szoba, ahova nem tudtunk bejutni. Ez a szoba. Akkor itt, hogyha a rácsokat... Aha. Ó, oh, bakker, hát ez így meddig fog tartani? Nem szórakozom most. No, át is értünk közben. És úgy látom, hogy én is úgy tudok szétszedni. Nincs semmi ebben a ládában, viszont van egy, nekem egy ilyen leverem, amivel itt be tudok úszni. Húha. Na nézzük, mi van itt, és nem lenne jó megfulladni, és nem is tudok megfulladni, most nézem. Jó. Oké. Várjunk egy pillanatot. Hát ez itt mit csinál? Valahogy az előbb meg tudtam fordítani. Ezt is kékké tudom tenni. Meg ezt is kékké tudom tenni. Meg ezt is kékké akarom tenni. Meg ezt is kékké akarom tenni. Ott meg ezt is kékké akarom tenni. Minden kék. End most. Ó! Ezt én eddig nem láttam. Hát ez teljesen új, és úgy! Hopp! De már azt hittem, már azt hittem, hogy sikerült kijutnom. Ó, fene! Pedig már... Mi az Isten ez? Ez eltűnik? Vagy hogy? Hogy van ez most? Azt tudjuk, hogy ezek itt eltűnnek. Tehát csak óvatosan. Áj, te csaló, fatya! Óvatosan. Oké. És akkor most jön a cérnára, meg cínegére. Ugor, cica, az egére! Fus! No! Újra itt van.
Újra itt van a nagy csapat. Kicsit be vagyok rekedve, amúgy azt tűnt fel. És ki is jutottam? Nem tudom biztosan, hogy... Jó irányba megyek-e? Ja, hogy ez már másik hely! Értem! Ott van a szabadság! Szabadság! Itt egy tábla. És semmit nem ír. Viszont itt vannak nyilak. Opa. Na, várjunk már. Aha. Meg fogok fulladni, haver. Ez így nem jó nekem. Nem jó. Srác. Ja, hogy mindegyiket külön kell. Jó, igazából sebződöm, de ez annyira nem érdekel engem. Na. Az anyja úristenit. Érted? És folyamatosan sebződöm. Hagyjál békén. Jó. Szóval akkor az a lényeg, hogy mindegyiket át kell így varázsolni. Oké. De miért fogy ilyen gyorsan el a vizem? Most ezzel mi volt a baj? Ja, hogy nem tudom, hogy melyiket kellett volna. Ó, édes Istenem, hát ez meg mégis mi? Jaj, na várjunk már. Hát ez itt folyik. Oké. Meg egy gyémánt, vagy mi ez? Elárasztódik az egész teremverem. Hát ez mi történik? Hát ez már itt nem játék és mese. Hát hallottatok már a gonoszról? A csúf kopasz mi az ottról? Oké. Úgy látszik, hogy ez ilyen szobaelárasztós lett most így a végére. Gondolom, nem. 5 diamond. 5 gyémánt kell. 5 darab egész gyémánt? Normális az ilyen? Jó, 2 már van. Oké. Hojaj. És hogyha nem lesz meg mondjuk... Az 5 darab, mert mondjuk béna vagyok. Akkor előről kezdődik, oké. Jaj, de bakker már, hát... Várjatok már egy kicsit, hát nem tudom ezt ilyen gyorsan. Hát... Álljon már meg a menet, és ez mi? Lever. De mit ver le? Oké. Én ez itt átmegyek. Ezen nem újjon. Ott van. Oké, az ajtó visszacsukódott, oké. Jól van. Itt van... Jaj, bakker! De jön a víz! Jaj, de bakkerusz nagyon jön. Hogy mentem itt át az előbb? Hogy mi az Isten, de most ez... Na, lassabban, jó? Lassabban. Egy gyémánt. Oké, kinyitjuk az ajtót. Van még egy gyémántom. Oké, és az előbb itt valahogy át tudtam égyni. Oké, nagyon jó. Nagyon jó. Már csak nem kéne beakadnom minden hülyeségbe. Itt van még egy gyémánt. És 5 darab gyémánt kell. Ez nem... Oké, még egy gyémánt. Még egy darab gyémánt kell, de az honnan szerzem én össze? Honnan? Hol van még gyémánt? Ne, meg fogok fulladni már megint. Az anyja mindenségit. Nem tudom honnan szerzek én még egy gyémántot. Itt kivesszük. És opá! Tudtam én! De mit? Itt. Oké. Úristen, megvan. Úristen, kitaláltam. Jézus úristen. Oké. Itt tudjuk a karikába, körbe-körbe karikába. És akkor még itt is megyünk egy ilyen kacifáncit. És itt szépen bemegyünk, és elérjük ezt a gyémántot, és már csak ott van egy gyémánt. Ugye? Igen! Megvan mind az 5. Itt van. Open me. Ha! Hú, de nagy makkom volt, hogy elhoztam. Jó, akkor ezek szerint look around map. Oké. YouTube, meg itt a Twitter, yeah. Aki kíváncsi, az hamar megöregszik, de nézzék meg. Nagyon
Jó pálya volt amúgy ez, ötletes volt, itt körbe tudjuk nézni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett és szeretnétek látni még ehhez hasonló videókat, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fölé és lessétek meg a leírás, és ott szerezhetitek be magatoknak az ilyen menő zsédavos cuccokat. Továbbá lessetek át a vlog csatornára is, ugyanis oda is felkerült egy érdekes tartalom. Jó szórakozás hozzá, én Zséda voltam, sziasztok! Jó, elég volt.